Dedinszky Csaba, programkoordinátor elmondta, fél héttől nyolcig az eső ellenére is sok kerékpáros megállt a múzeumparknál, ahol a diákokat és felnőtteket egy kis reggelivel, helyben sütött palacsintával, ivólével és egy almával megvendégelték. A Magyar Kerékpáros Klub egy országos programot szervezett Bringázz a munkába címszó alatt, és egy bringás reggeli rendezvényen vagyunk. Karcag Városi Önkormányzat is csatlakozott ehhez a programhoz, a Hungary integrált projekten keresztül. És most jelenleg itt vagyunk a Múzeum Parkban, mi is megszerveztük ezt a bringás reggelit, azzal a címszóval, aki kerékpárral érkezik munkába vagy illetve iskolába, azoknak egy kis reggelivel próbáltunk volna kedveskedni. Az időjárás valóban nem segített rajtunk, azonban nagy öröm volt számunkra, hogy ennek ellenére is igen sokan felkerestek minket. A programhoz kapcsolódva a karcagi rendőrkapitányság közlekedés biztonságért felelős kollégái egy akadálypályával is készültek, melyet sokan teljesítettek. Őket apró ajándéktárgyakkal díjazták. A karcagi rendőrkapitányságot felkértük, hogy egy közlekedés biztonsági akadálypályát hozzon ide ki a számunkra. Ezt a felkérést el is fogadták, és ezt is nagyon szépen köszönjük. És aki ezt a akadálypályát teljesítette, számukra apró ajándékokkal készültünk. Az ajándékok a vonalzó kulcstartó toll, esőkabát, fényvisszaverőcsík újrahasznosított anyagokból készültek, hiszen a programnak is az egyik célkitűzése a környezetünk védelme. Magának a Hungary projektnek az a alapvető célja, hogy a levegő minőség javítását szeretnénk elérni. Ez az országban 8 régiót fed le, 10 településen van jelen, Karcagvárosi Önkormányzat is tagja ennek a projektnek, és minden egyes akciónk keretében a levegőminőségnek a javítása a célunk, ezért is fontos számunkra a kerékpáros közlekedésnek a népszerűsítése, és természetesen, hogyha valamilyen reprezentációs kis apró ajándéktárgya készülünk, akkor lehetőleg a környezetvédelem szempontjából igen fontos újrahasznosított anyagokat használunk benne.